mikor érezted először, mennyi idő múlva, hogy a helyemen vagyok, jó lesz ez, végig tudok menni az úton? Hát igazából szerintem már egy harmadik óra elteltével én akkor már éreztem, hogy ez jó lesz nekem. Uh-huh. Tehát egyrészt nem elém tolták az anyagot, és tessék, itt van, és kezdjél vele valamit, hanem tényleg mindig mindent elmagyarázva. Tehát láttam, olvastam, hallottam. Uh-huh. Minél több érzékszer. Tehát ez nagyon fontos, és otthon ugyanezt, amit ugye a fejembe súlykoltatok, hogy ez így kell, és én ezt így csináltam végig. Mindig van házi feladat is, ezt azért tegyük egyértelművé, viszont a házi feladatok 90%-a szóbeli. Pontosan. És ugye következő órán mindig az volt az első, akkor vegyük elő a házi feladatot. És hát vagy képernyő nélkül, vagy képernyővel uh-huh. elmondtam a bizonyos feladatokat. Uh-huh. És nagyon-nagyon élvezhető volt. Uh-huh. Szuper. Ez az utolsó mondat, hogy különösen fontos a számomra. Kicsit tisztába tenném ezt a hol képernyővel, hol képernyő nélküli jelenséget. Ugye mindig a szóbeli házi feladat azt a célt szolgálja, hogy egy adott átvett leckét, annak a mondatait könnyen, gördülékenyen tud használni, kérdésekre spontán tudjon reagálni. És itt ebbe a programba nem az van, hogyha van egy lecke, akkor azt így mindenáron, azon a bizonyos színvonalon neked azt teljesíteni kell, hanem a tanulónak joga van megmondani, hogy fú, most úgy érzem, hogy szeretném, hogyha még a képernyő megosztás révén látnám is az anyagot, majd megpróbálok nem oda nézni, vagy azért biztonság kedvéért legyen ott. Oké, okay, ha most neked ez a szintlépés a komfortos, akkor legyen így. Tehát, hogy nincs ez a nagyon erőltetett ugord meg ugord meg. Ebben az esetben akkor viszont azt csináljuk, hogy legközelebb megint elővesszük, a két óra között eltelt időben pedig te tovább érleled, tovább ismétled, hangosan. És akkor beáll az az állapot, hogy oké, vegyük még egyszer, nem kell nekem már a szöveg, vedd el nyugodtan, toljuk anélkül. És ez azt jelenti, hogy te adod a ritmust, mindig egy kicsit emeljük a tételt, de egy lépcsőfokot tolunk csak föl, amit te ilyen magabiztossággal meg tudsz lépni. Ez pontosan így volt, tehát számtalanszor volt, hogy igen, még szükségem van rá, és valóban volt, hogy na, akkor most nem nézek oda, és próbálom mondani, de ott voltam akkor. Uh-huh. És bármikor oda nézhettem, és bármikor mondhattam, és volt olyan óra, amikor csak fel kellett olvasnom, mert bizony olyan nehéz uh-huh. számokra új adag jött, ugye a tanulásban, uh-huh. amit először is örültem, hogy ki tudtam mondani. Valahol el kell kezdeni, így van. Attól, hogy egy lecke több egymás követő órán előjön, így a maga természetes érési folyamatába úgyis le fog ülepedni, csak türelem, és nyilván szakmai profizmus kell hozzá. Ha a 3 hónapra visszatekintesz, akkor hol látod a legnagyobb értékét ennek a 3 hónapnak? Ó, hát rengeteget tanultam, de hát ezt így nem is tudom most igazából. Talán azt, hogy saját gátamat léptem át, tehát nincs már az a hatalmas félelem bennem. Munkahelyemen számtalanszor előfordul, hogy német állampolgárok is fekszenek a kórházban, tehát ez elkerülhetetlen. Uh-huh. És nagyon sokszor tudtam segíteni, elmagyarázni, hogy mi fog történni velük, uh-huh. vagy hogy én mit szeretnék vele csinálni, uh-huh. és nagyon büszke voltam magamra, hogy ez sikerült. Azt gondolom, hogy valóban ez az egyik legnagyobb eredmény, mert a tudás utána már úgyis hozzá felhúzható, hogyha nem így állok neki, hanem így állok neki, mert közben megerősödtem, és elhiszem végre magamról, hogy ezt én simán tolom. Ez így van, ez a legfontosabb. Nekem a tanulás mellett ez volt a legfontosabb, hogy végre merjek megszólalni. Uh-huh.
Most már megszólalok úgy is, ha rosszul mondom, tehát, mint mondtam, a betegeimmel beszélgetek szépen, tehát kiavítanak egyébként, ha valami nem sikerül, és a kellemesen pánikba elmondom, amit szeretnék. Ez tanárként az egyik legboldogságosabb pillanat, amikor ilyen visszajelzést kap az ember a tanulótól, és hát nagyon-nagyon büszke vagyok rád. Mert tudom, hogy azért ez nem volt egy egyszerű, de most van már egy tanulási rendszered, amivel az eddigieket is tudod majd ismételni. Szeretném, ha még arról beszámolnál, hogy hogy alakul a kinti munkavállalási terved. Hát alakul, igazából több munkahely is már számba jött, és van választási lehetőségem, aminek nagyon örülök. Februárban lesz egy próba munkám, és meglátom, hogy mennyire fogunk egymásnak megfelelni, és elképzelhető, hogy már márciusban dolgozni fogok. Mindezt ennyi hónap után. Igen, pontosan. Tehát ez azt mondja nekem, hogy egy személyre szabott és egy ilyen eredményorientált rendszerbe nem évekig tart a szenvedés, arról nem is beszélve, hogy ezt nem szenvedve kell tanulni, hanem hogy egy örömtanulás az, ami így megtörtént, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy váltás. Mindenféleképpen az a helyzet, hogy már most hiányzik az óra, pedig nem is olyan régen hagytuk abba az utolsót, így rendszer vitt az életemben, ez biztos, és tényleg megtanultam beosztani minden kis időmet, és mivel hogy számomra ez fontos a tanulás, ezért minden nap, ha egy nap kihagyom, akkor másik nap biztos, hogy ezt pótolom, mert egyrészt rutinossá kell, hogy váljak a tanulásban, és ha valamit ugye szeretne az ember elérni, akkor azért lesz is. Igen, meg most már van egy keretrendszered, nem azon kell agyalni, hogy úristen, mit csináljak, ehhez kapkodjak, ahhoz kapkodjak, most mást keressek, mert ez nem jött be, hanem így, és akkor ami a csövön kifér, minden anyagod, minden eszközöd megvan hozzá, és így most már sokkal magabiztosabban fogsz tudni neki menni ennek azért elég nagy váltásnak, ami a kinti új életkezdetét jelenti. Pontosan, és nem győzöm mondani, hogy mennyire hálás vagyok nektek. Fantasztikusak voltak az órák. Hát olyan is szerencsétlenül mondtam ki bizonyos szavakat, de aztán csak-csak sikerült. És miután már elkaptam így a fonalat, akkor már jó. Aha, tudod, mi a jelszó? Bénász büszkén. Ez így van. És valóban így van. Tehát azt kaptam, amit ajánlottatok. Tehát semmi negatív dolgot nem tudok elmondani. Abszolút. Imádtam az órákat és az egész komplett tantrendszer. Tehát nagyon szuper volt. Na, örömmel hallom, nagyon jól látni, hogy megvalósult mindaz, amit elterveztem. Na, szeretném, hogyha te is tudnád, hogy hood up, kalapom le, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és drukkolunk mindenképpen, hogy a kinti munkavállalásod sikerrel járjon, és hát úgyse veszítjük el a kapcsolatot, szeretném, hogyha folyamatosan beszámolnál majd a kinti sikereidről. Mindenféleképpen ez így lesz. Rendben van, legyen akkor ez a zárszó, és köszönöm, hogy beszámoltál mindenről. Danke, tschüssi! Tschüssi!